Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek, én Marga Eszter vagyok, és invitálni szeretnélek benneteket az adventi meditációs sorozatomra. Ez vasárnaponként lesz, tehát minden advent vasárnapján este. Minden információt beteszek ide a videó alatti leírásba. És korábban mondtam, hogy férfiakat is várok, de azt az intuíciót kaptam, hogy ez most abszolút hölgyeknek fog szólni. Azoknak a hölgyeknek, akik kész vannak megérteni, hogy meg kell nyitni a szívünket ahhoz, hogy valódi változás legyen az életben. Ehhez ugye ki kellett engedni a dühöt, a haragot, a szégyent, és a megbocsátás erejével élni, megbocsátani anyánknak, apánknak a sérelmeinket elengedni, de úgy érzés szintjén. Nem baj, hogyha te még nem tartasz itt, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy megértsük, hogy nekünk nőknek kell összetartani, és közösségekben gyógyulni, közösségekben fejlődni, mert hogy nem a kapcsolatban tud fejlődni egy nő, hanem a nők között tud erősödni. Hogyha megnézitek esetleg a Vörös Sátor című filmet, akkor abban is az van, hogy a nők összetartó ereje hatalmas változásokat tudott elérni a férfiakban is, és a nő nem a férfitől várta a változást, ezért hát nekünk kell olyan stabilnak lenni, de nem lefelé élni, mármint hogy a lábasainkhoz ragaszkodva, a földi síkban gondolkodva, hanem épp ellenkezőleg olyan stabilnak lenni, hogy fölülről a szeretetből, a tiszta forrásból kapjuk azt az energiát, ami táplál bennünket, hogy ne boruljunk el, hogy ne kötődjünk a férfinak olyan szinten az energiájához, hogy be tudja húzni magával, és meg tudjon borítani, el tudja minket borítani, mert a férfi akarjon ehhez az energiához kapcsolódni, oda merje adni magát ennek az energiának, ami nem manipulál, viszont nagyon-nagyon erős, és ezt az erőt mi nők tudjuk egymásnak megadni. Ugye nagyon fontos lenne, hogy kidisztítsuk a női vonalat, és elismerjük a női felmenőinket, hiszen ők ott vannak mögöttünk, támogatnak bennünket. Akkor is, hogyha mi nem látjuk, mert mindig az utolsó megszületett generációban van a remény, hogy ők majd változtatnak, ők majd fordítanak azon a női mintán, vagy női sorson, ami nekik esetleg nem sikerült, úgyhogy a nők közötti ellentétet fontos lenne kiegyenlíteni, úgyhogy azokat a hölgyeket várom, akik megértik, hogy milyen fontos egy női kör, de az a női kör, ahol egymást megtartjuk, és nem felrázzuk, kicsit inkább azt mondom, hogy felrázzuk is, és egymást arra ösztönözzük, hogy folyamatos fejlődésben legyünk, miközben a megértés és az elfogadás is ott van, a teljes bizalom. Nagyon fontos, hogy a nők között megszülessen a bizalom, mert ez ad valódi további erőt a további hullámzásban, tehát a család többi tagjának is. Úgyhogy aki érzi a hívást, szeretne jönni erre a meditációs sorozatra minden héten, ahogy az én eseményeimen szokott lenni, biztos, hogy lesz kártya, a kártyák alapján feladatokat tűzünk ki az égiek vezetésével önmagunknak a következő hétre, és megnézzük, hogy milyen tanulási lehetőségeink vannak. Összekapcsolódunk, meditálunk, erősítjük egymást, ehhez kell bizalom, ahhoz, hogy megbízunk egymásban, hogy elfogadjuk egymást a nehézségekkel, a sérelmekkel, a mindennel, de ugyanakkor lássuk meg a másikban a csodát, lássuk meg a másikban azt a teremtő szerelmet, teremtő minőséget, amivel ő maga le tudja hozni a fizikai síkra azt a fajta vágyát, ami ott van a szívében, hiszen fölfelé kapcsolódik, ugyanúgy, mint ez a mágus is, nézzétek meg, hogy képes az energiákat úgy áramoltatni, hogy rajta keresztül, ezen a végtelen jelen keresztül, ami egyébként a sakrájára is el van varva, hogy ezen a végtelen jelen keresztül az égi szereteten, a tudatosságon keresztül lehozza a földi síkra azt az energiát, amit szeretne megvalósítani. Ehhez kell az összekapcsolódás, ehhez kell az, hogy együtt, egy térben minél többet tudjunk egyénileg változni, mert az utunk az mindegyikünknek egyéni, és nem is lehet összehasonlítani, de amikor az energiák összeadódnak, és megértés van egy-egy közösségen belül,
akkor az nagyon messzire tud vinni. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nem az a fajta női kör vagy női minőség, ami punyadásban tart, épp ellenkezőleg, aki volt már nálam konzultáción, azt tudja nagyon jól, hogy nagyon inspiráló vagyok abból a szempontból, hogy tudatszintet tudjon mindenki emelni és fölfelé kapcsolódni. Ez meg gyakran azzal jár, hogy olyat mondok, amivel ösztönzöm a másikat, és az az egónak nem esik jól. De ha ezen túllépsz, vagy az egónak az nem esett jól, és meglátod benne azt a fajta lehetőséget, hogy itt valami ki tud benned nyílni, akkor nagy szeretettel várlak, várom, hogy írd az e-mailt, és jelentkezz erre az eseményre. Videó alatti leírásban mindent megtaláltok, ez vasárnap este indul, és minden vasárnap lesz az adventben. Gyönyörű időszak lesz, már most lehet érezni ezeket az energiákat, hogy igazán nagy lehetőségek vannak most itt előttünk. Minden jót kívánok nektek, és kívánom, hogy találkozzunk egy következő videóban is. Sziasztok!